következő nagyjából 20 percben a kanizsai vízilabda jelenéről és sorsáról lesz szó. Első vendégünk a stúdióban Horváth Balázs, a Egyesület elnöke. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem lesz egy könnyű beszélgetés azok számára, akik követik a kanizsai vízilabda életét, de talán kezdjük egy kicsit hátrébról. Ugye nagyon sokszor előkerült a közéletben, hogy most itt a felnőtt vízilabdát egy egyesület vezeti, ugye nekem is, itt többször volt vendégem Balázs László, az egyesület elnöke, és tulajdonképpen teljesen külön van az utánpótlás. Most ezt talán kicsit magyarázzuk el, hogy miért is kellett ezt meghúzni, és nem csak a Vizsgálatba klub tette ezt egyébként, hogy ott, például a futbolistáknál is így van. Hát ez egy bevált szokás, vagy egy bevált a sport életben, a, a, főleg azokban a sportágokban, ahol tau szerepelés folyik. Tehát... Pontosan az életét a KFT 3 vagy 3,5 évvel ezelőtt, hogy a két úgymond szakák, tehát az utánpótlás, illetve a felnőtt vízilabda csapatnak a gazdasági, illetve bármilyen vonal ne folyjon ez össze. Ezért letét az a KFT, aminek a KFT-nek a tulajdonosa ugye a Kanizsa Vízilabda Sportegyesület, és ennek a, az ügyvezetője volt Balázs László az, el, az elmúlt három évben. A, ettől az utánpótlás uh, ugyanúgy uh, folytatódott tovább, tehát az, hogy létrehoztuk a kft ebben semmilyen uh, befolyásra nem volt az utánpótlás nevelése. Balázs Lászlót leváltották, és tulajdonképpen mondhatom, hogy teljes vezető váltás történt az oszodába. Hogy kerültél te, illetve az oszodában folyó a vízlabdában? Hogy kerültél -e? képbe? Hát uh, Balázs László volt a Kanicsa vízlabdásének az elnöke egészen addig, ameddig létre ezt a KFT-t hogy létre nem hozták a kávét, akkor még nem voltam benne. Én akkor kerültem be a KVS elnökségébe, majd ö, idén ö, májusban ö, újra választották ezt az elnökséget, a közgyűlés, és ö, ezután pedig az elnökség engem választott meg elnöknek. Ugye nem olyan régen, talán két hónapja, de maximum három, volt egy elég hangos közgyűlés, ahol szerintem szinte minden kanizsai kicsit képet kapott a vízlapdáról, hogy ott a fő téma az volt, hogy nem sikerült az osztályozó a felnőtt csapatnak, és hát anyagi forrás hiány nem tudják vállalni, kérdéses volt az OB1B-s szereplést. Most hol tartunk e kérdésben? Hát most ott tartunk ebben a kérdésben, hogy az ob 1 b OBB indulási jogát azt visszavettük a KFT-től, mert nem láttuk annak értelmét, hogy tovább folytatódjon ebbe a keretbe. Meg, megnéztük a lehetőséget annak, hogy ob egy ben uh, tudunk tudjuk-e folytatni ezt a felnőtt szakágat, viszont uh, felelősséges döntés nem tudtunk ez így úgy hozni, hogy ezt uh, bevállaljuk. Tehát anyagi forrásaink uh, lecsökkentek, pontosan azért, mert a KFT-nek a kintlővése vagy uh, tartozásait rendeznünk kellett ahhoz, hogy mi az utánpótlás neveléssel is egyáltalán elindulhassunk az országos bajnokságban. Ezáltal uh, nekünk elég rendesen megcsapant úgymond a büdzsénk, ezért úgy döntöttünk, hogy mi nem szeretnénk azt folytatni, hogy ígéreteket teszünk a játékosoknak, és elindulunk egy bajnokságban, majd azokat az ígéreteket nem tudjuk betartani, és mondjuk fél a vagy két hónap után azt mondjuk, hogy vége. Ezért inkább azt a döntést hoztuk, hogy egy alacsonyabb költségvetéssel indítunk egy OB2-es csapatot a felnőtt férfi zöldalbanosságban. Ezt pedig úgy, fog, úgy szeretnénk megtenni, hogy igazából 90%-ban kanizsai kötődésű játékosokkal szeretnénk feltölteni ezt a keretet. Ezzel fogunk elindulni a 2022-23-as bajnokságban. OB2-ben. OB2 Pontosan az utolsó félmondatodról akartam még kitérni. Nyilván újjányokként nem teljesen fel, hogy ezt neked szegezem, de szintén állandó kritika volt annó még Balázs László felé, az akkori vezetés felé, hogy nem kanizsai játékosok edzenek Pesten, és lejönnek játszani egy meccset. Kanizsán tulajdonképpen nem megoldott az úszor a kérdése sem. Van-e így értelme, vagy volt -e egy értelme kitűzni célként a feljutást? Most akkor egy szerint ebben egy éles váltás lesz. Hát igen. Ö, én személy szerint az én véleményem az, hogy ennek a koncepciónak nem igazán volt értelme. Tehát az, hogy persze nagyon szép, hogy öt évben keresztül az osztályozón játszottunk kanizsai csapatként. Igazából egy-egy mérkőzésen, egy-egy osztályozón láthatták ezt a nézők is, amikor elutaztak mondjuk Budapestre, egy Margit szigetre, vagy, vagy mondjuk egy Újpesthez megnézni a mérkőzést. Igazából a ennek értéke nem volt, tehát nem csapodott le. Ugye nem ismertük játékosokat, egy-kettő kanizsai kötődési játékos volt ebben a csapatban. És ugye a legnagyobb baj az volt, hogy ö, így az utolsó évben már, hogy ugye mivel elfogyott a forrás, tehát nem volt pénzük, ezért tartoztak a játékosoknak, valamint én azt sem látom, hogy ha esetleg elindult volna a KFT az OB1B-ben, akkor ezt milyen forrásokból tudta volna fedezni. Én úgy gondolom, hogy ezt így nem lehet vállalni. És ugye öt éven keresztül az volt a célunk, hogy elsősorban szerepeljen a Nagy-Kanéri csapat, ennek sem igazán lát, hát jó, nagyon jó lenne, ha lenne első de nem látom igazán értelmét, mert ugye a hazai meccseket nem tudtuk volna itt játszani. Tehát kvázi az összes meccseket idegen bejátszottuk volna, amíg nincs Nagy Kanizsának egy olyan úszodája, ami erre alkalmas, addig úgy gondolom, hogy ennek az első osztályú csapatnak nincs értelme Nagy Kanizsán. És azt is csak a tisztánlátás véget, hogyha az OB1 bére nem volt biztos fedezet, akkor hogyha sikerült volna mondjuk a feljutás, azért talán nem állítok valótlan az, hogy óriási a különbség anyagilag is a legfelső osztály és az OB1B között. Tehát az amúgy is necces anyagi keretek közé kellett volna még szerezni plusz támogatást, hogy ott csak végig tudják vinni a szezont. Így van, én megtekintettem mind a két osztályozó mérkőzést a Szentves csapatával. Nem igazán volt esélyünk, de megnéztük, tehát Igazán azt mondom, hogy ha mondjuk meg is nyerik az osztályozót, és fel is kerülünk, én a nagy valószínűséggel tudom azt állítani, hogy ez a csapat visszalépett volna az első osztályban való szerepléstől, mivel nem lett volna semmilyen forrásunk anyagilag. Most nyilván némileg mentség, hogy azért a, nem túlzok a világ egyik, hanem a legerősebb bajnoksága a magyar Igen. OB1, oda felkerül nem egy egyszerű mutatvány. Az OB2-es gárdában, hogy hamarosan már rajtól a bajnokság, tehát nem nagyon van idő itt lamentálni. Marad-e bárki a régi keretből? Ö, egy játékosról tudok, mert ugye egy új edző lesz Dr. Szély Kristóf személyében, aki már kapcsolatba egy vagy kettő olyan játékosról, aki szerepelt az előző bajnokságban. Nem tudom, hogy ezek hogy állnak ezek a megbeszélések, erről nem tudok viszont lehet, hogy egy-két idősebb, rutinosabb játékos szeretnénk a csapatba, viszont a többiek pedig mint kanizsai, vagy kanizsai, kanizsai kötődési játékos lenne. Nemekről már kérdezhetlek -e a kanizsai játékosokat illetően, vagy még ez hát szerintem ez ezzel még várjunk, egy-két héten belül kiderül minden, <kül> és akkor úgyis mindenki meg fogja tudni, ki milyen játékosokkal fogunk Illetve találkozhatnak is már a játékosokkal a hazai fordulókban és ha csak a fordulókban is találkoznak, találkozhatnak-e edzéseken? Tehát itt van készül -e majd a csapat? Ö, nagy részben valószínűleg nem. Tehát ö, ezek a játékosok mind nagy elmentek már tovább tanulni, dolgozni ö, Budapest irányába. Illetve azok a játékosok, akik pedig az ifiből kerülnek ebbe a csapatba, ők nyilván itt, edzenek nagykanizsár hétfőtől péntekig. Valószínűleg a felnőtt csapat is itt fog edzeni péntekenként. Tehát ö, körülbelül így fog felállni ez a történet. Tehát akkor mondjuk az ifi játékosoknak, az edzőjének állandó konzultációban kell lennie doktor Szilágyi Kristó. Így van, így van. Jó, egyszer megköszönöm a beszélgetést, és azt is külön köszönöm, hogy elvállaltad ezt a nem egyszerű interjút így friss elnökként, amit egyetlen gratulálok, és sok sikert, de folytatjuk vízilabdával. Volt egy helycsörés támadás a vendég széken, Simonka Ferenc itt van már velünk, ő az utánpótlás vezetőedző lesz a csapatnál. Pont az utánpótlásnál hagytuk abba, elmítette elnök úr, hogy több fiatal is szerepet fog kapni az OB2-es együttesben. Róluk szól, hogy párszor gondolom ismerőket. Nyilván ismerem őket, én vagyok az edzők. Hát vannak olyan gyerekeink, akik pont az IFI-ből kiöregedtek és Budapestre mennek tovább tanulni, illetve maradnak játékosok itt Nagykanizsán, akik hétfőtől péntekig nyilván az én irányításommal fognak készülni és az OB2 felnőtt bajnokság mellett az országos ifi bajnokságban is indulni fognak a másodosztályban. Akkor neked is hagyd szegezzem oda a kérdést, tehát állandó konzultációban kell lenned neked is az OB2-es csapat vezető edzőjével. Igen, nyilván, tehát hogy legyen a, a felnőtt és az utánpótlás edző között valami fajta kapcsolat, információ, áramlás, közös edzések, amik elősegítik, hogy ezek az utánpótláskorú gyerekek később ö, problémamentesen tudjanak beéleszkedni a felnőtt csapatnak a munkájába több kritikát felvetettem, ami ugye olvasható volt, halató volt a korábbi vezetés struktúrájával kapcsolatban, és ide sorolható az is, hogy ők célként tűzték ki az OB1-et hosszú évekig, azért is, hogy majd akkor talán még nagyobb lesz a vízlabda kedv itt a városban, még több fiatal iratkozik be, még több szülő hozza a gyerekét vízlabdát tanulni. Most ugye ez elég elúszni látszik. Mit látsz te, visszavetheti -e a kedvet ez így most, hogy mondjuk OB2-es lesz a legnagyobb együttes? Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt években sem volt különösebb kapcsolata a másodosztályi csapatunk, tehát az ob 1 es felnőtt csapat és az utánpótlásunk között. Ezért azok a gyerekek, akik vízilabdáztak Nagykanizsán, az elsődleges szempont azért, hogy ők elkezdjenek úszni, tanulni és vízilabdázni, az nem az volt, hogy első osztályú játékosok legyenek hogy azért több mint 30 éve ugyanabban az úszodában megyünk be, és az mindenki látja, hogy ez az úszoda még a nagykonizsai igényeket is nagyon nehezen tudja kielégíteni, nem pedig az, hogy ilyen szintű versenysportnak adjon helyet. Úgyhogy én nem mondom, hogy bármi fajta hátrányt élvezne ezért az utánpótlásunk. Nincs kapcsolat, vagy nem volt kapcsolat, hogy így fogalmaztál az imént. Azért ez nem egy túl jó ómen, hogy úgy fogalmazzak egy klubot tekintve. Hát igen, biztos megvoltak az okai. Ennek ellenére azok a gyerekek, akik nálam játszottak és Pestre kerültek fel, azért bizonyos szempontból, lehet, hogy nem meghatározó játékosok voltak, de azért szerepet kaptak. Volt egy-két olyan év, amikor a Leposa testvérek, vagy akár az idei évben a Vlaszák Flórián, Kovács Ábel, Vékási Máté, tehát sok kanizsai gyerek megfordult, de azt azért el kell mondani, hogy nagykanizsáról olyan szintet ugrani, amivel egyből egy feljutásra esélyes csapatba, akár kezdőjátékosként vagy cserejátékosként is szerepet kapni azért nem annyira egyszerű. Tehát itt főleg azok a játékosaink tudtak élni ezzel a lehetőséggel, itt mondok mondok itt a leposa testvérekre, akik mondjuk a középiskolás éveiket már Budapesten töltötték, és hogy a KSI csapatában játszottak, tehát ő is erre volt, de azért egy nagykonizsai úszodából ezt a szintet megugrani azért nem annyira egyszerű. Meket őket is úgy igazolták vissza, tehát nem itt hmm. Igen, Járták végig a ranglétrát. Így van. Hogy tekintesz a jövőbe te most így a változások után az utánpótlás tekintve? Hát a, a nagyon nagy változások az utánpótlás tekintetében nem voltak. Igazából én arra ö, fókuszáltam eddig is utánpótlás vezetőedzőként, hogy hétfőtől vasárnapig a vízilabda bármilyen szinten jelen legyen a kanizsai úszadába, akár az úszásoktatástól, akár az edzéseken, akár pedig a, a versenyzési lehetőségeken keresztül. És... Ö, minden évben igyekeztünk kitalálni valami új dolgot, amivel még vonzóbbá tehetjük ezt a sportágat, és még több gyereket tudunk bevonni a, a, a vízilabdás családunkba. A tavaly évben elkezdődött a nyár folyamán egy, egy félnapos napközi tábor igazából a, már az óvodás gyerekeknek. Ezt idén sikerült odáig vinni, hogy egész nap már itt voltak, és 8 héten keresztül táboroztattunk valamilyen formában akár rovisokat, akár a versenysportolóinkat a Kanizsai úszodában. Júliusban volt két hét, amikor, amikor tényleg teljes szünetet tartottunk, és ez alatt a 8 hét alatt több száz gyerek fordult meg tényleg közöttünk. Volt olyan hét, amikor száznál több gyereket táboroztattunk, úgyhogy ez az időszak nagyon sikeres volt. Ebben a munkában 8, 8 edző vett részt, akik szeptembertől is ugyanúgy részt vennek a mindennapi munkában. A legkisebbeknél, ez az úszásoktatás címszóval a Darabos Gábor dolgozik velem együtt egy csoportban, mostantól szerdán és vasárnap lesznek edzéseink, illetve a Gondi Zoltán, aki a szombati napokon, Böröd Zsolti pedig kedd csütörtökön és pénteken várja a legkisebbeket. Utána a bébi korosztályunk, ahol több mint 40 gyerek van, a Szabó Szilárd irányításával készül, aztán a Dunántú bajnokságban induló csapatainkban két korosztályban is a 2010 és a 2011-ben Molnár aki, aki szerepet és irányítja ezeket a gyerekeket. Az országos bajnokságban pedig, aki a két, ami a 2009-től a 2009-es korosztályt fedi le, ott pedig a Leposa Gábor, jó magam és erőléti edzőként a Répási széveszer fog dolgozni. Kicsit a versenyző korosztályról beszéljünk. Hogy látod, hogy teljesítettek a mögöttünk, vagy ott illetve mit vársz tőlük az előttünk lévőben? Hát a mindig nagyon nagy probléma az idősebb korosztályoknál, ahogy a Megyünk előre az időben, hogy az ifi korosztály az, ahol igazából már elfogynak a gyerekek, de szerintem ugyanezzel a problémával, köz, akár a a kosárlabda, mivel a legügyesebb gyerekeink Elviszik. elmennek. Ugye nálunk a 2006-os korosztályból a Szírtes bátony, vagy Vargábel, akik a, a ks ben vagy most a BVSC-ben játsz, BVSC játszanak, Ugye, több száz gól költözött el Nagykonizsáról. Viszont az jó látni, hogy ezek közül a gyerekek közül több akár a korosztályos válogatottban is szerepet kapott. Úgyhogy ez, ez egy nagyon jó dolog, de ez mindig azért meghatározza, hogy az ifi csapatunk azért mennyire ütőképes. Itt az idén a gyerek és a serdülő korosztály az, ami szerintem a másodosztályban olyan szép eredményeket érhet el, hogy az ő edzés látogatásuk, meg a hozzáállásuk az, az példaértékű, és az Egyesület vezetése ugye ezekre a korosztályokra kiemelt figyelmet fordít. Idén, a, idén nyáron Szerbiában volt egy nemzetközi torna, ami részletek a gyerekek, illetve volt egy egy hatnapos eh, horvátországi riekai edzőtábor, amit nagyon, ami nagyon hasznos volt, minden nap tudtunk eh, eh, különböző horvát csapatokkal edzeni, vagy mérkőzéseket játszani, de a kisebbeknél is a Szilárd és a Damián vezetésével volt egy Balatonfüredi edzőtábor, tehát mindig fontosnak tartottuk azt, hogy, hogy a nyár ne csak a napközis táborok egyében teljen, hanem mindig legyen valamilyen külsős vagy külföldi ahol a, a gyerekek azért új élményeket szerezhetnek és megmérethetik magukat. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Azt kijelenthetjük, hogy az utánpótlás teljesen biztonságban van, függetlenül az egész történésektől. Így van, abszolút. Kicsit még maradva a fiataloknál és az utánpótlásnál, említetted azt a korosztályt, akiknél most látsz tehetséges fiatalokat, viszont sokan eligazolnak. Látsz arra esélyt, hogy mondjuk az egyel fiatalabbaktól most ismét kijön olyan ügyes játékos vagy játékosok, akik ugyanezt végigjáratják, hogy mondjuk a KSI beteszik át a székhelyüket? Hát nagyon sok ügyes játékosunk van. 2008-2009-es korosztályban közülük többen voltak, akik a tehetséggondozók keretben voltak. A júniusban volt például a 2009-nek szombathelyen egy több napos válogatott felkészülés, ahonnan minden régióból, az Alföldről, a Budapestről, a Dunántúról, Észak-Magyarországról érkeztek játékosok, és mondjuk a 2009-ben Kurusz Lázárt választották a legjobb játékosnak de most őt így kiemeltem név szerint, de, de a 2008-2007-ben is nagyon sok szerintem ügyes játékosunk van, amit a cél lenne az, hogy, hogy akkor legyen, meg olyan körülményeink, hogy ezek a gyerekek ne feltétlenül akarjanak elmenni, hanem, hanem nagykanizsán próbáljanak meg bekerülni mondjuk egy korosztályos válogatottba, vagy esetleg az utánpótlás bajnokságban minél előbbrébb tudjunk végezni. De ehhez elengedhetetlen lenni az új szöre, az új Hát igen, mindenképpen nagyon vízfelület. Ugye én annak is örülnék, hogy az a strandmedence be lenne fedve, és akár egész évben használni tudnánk, mert akkor szerintem mindenki egy kicsit kényelmesebben nem férne be az oszadáma. Ha már létesítmény, ez sem lesz túl sportszerű kérdés, de ha mondjuk szülői feljel gondolkodok, most bátran be lehetne iratni egy fiatalt, vízlabdát tanulni. Gondolok itt arra, hogy az energiaárak miként hathatnak az úszodára, minden mehet tovább, és Nyugodtan mondjuk elkötheti a kisfiút, kislányt a lapuk anyuka? Hát ami mindenképpen előrelépés ebbe, a, ebbe az évben, hogy uh, volt egy megbeszélés az úszoda vezetése a többi vizesporták között, és ugye a vízilabda most már olyan létszámban van jelen az úszodában, hogy ami eddig nagyon nagy probléma volt, hogy a legkisebb gyerekek is igazából 6-tól meg 7-től a edzésre ezt azért sikerült előbrehozni, és amit én említettem, hogy akár a gondizoli, akár a Darabos Gábor kapcsán is, hogy a szombat és a vasárnapi napon is bekerültünk úgy az uszodába, hogy ilyenkor emberi időbe és jobb feltételek között tudnak a gyerekek akár úszni, tanulni, vagy vízilabdázni. Említetted itt a körülményeket, és még az utolsó kérdésem a témában. Az úszokkal is azért nem állt, ha jó a kapcsolat, jó a kapcsolat? Hát ami nekem egész végig igazából szívfájdalmam volt, hogy az úszó gyerekek közül, akik nem futottak be olyan karriert, hogy versenyszerűen komolyabb eredményeket érjenek el, nem nagyon jöttek át vízilabdázni. Akár a Sanyival, akár a, 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 a Mercivel mindig próbálkoztunk, hogy a Merci nagyon sokáig szerepet vállalt a kanizsai vízilabdában is, mint úszásoktató. Én nagyon remélem, hogy, hogy ebbe is azért változni fog, de azt mindenkinek azért látnia kell, hogy egyre nehezebb a gyerekeket versenyszerű sportolásra fogni, tehát lehet, hogy sokkal inkább van igény arra, hogy a gyerek heti kétszer szabadidős jelleggel mozogjon, mint, egy vízilabdában, ami alapvetően öt edzés, hétvégén egy-két meccs, tehát azért jóval nagyobb elfoglaltságot, meg, meg elhivatottságot igényel. Mindezek mellett azért azt kijelenthetjük, hogy Kanizsán belül az egyik legnépszerűbb sport a gyerekeknél, még mindig a vízilabda. azt gondolom, nagyon jó edzőnk dolgoznak, és ami, amit én az elmúlt évtizedben is mindig szem előtt tartottam, hogy igyekeztem a nyári táborokba a volt vízilabdásainak lehetőséget adni a nyári munkák kapcsán. Ugye a Molnár Damján is TF-et végzett és úgy jött haza, a Leposa Gábor is e, élsportoló volt, ugye e, utánpótlás VB harmadik volt Montenegróba, és e, van, mit tudom én, 70 darab ob 1 mérkőzése. E, tehát, hogy ezek a fiatalok az igyekezünk több korosztályt is megcélozni, pont ezáltal, hogy ők fiatal edzőként talán a fiatalokat még igen motiválni tudják. Azt, hogy a többi edzőnk pedig e, pedagógus, akár általános iskolába, akár középiskolába, az pedig szerintem, hogy megfelelő alap arra, hogy akár pedagógilag, akár tényleg szakmailag olyan munkát végezzünk, amire büszkék lehetünk, és a, a szülők bátran a, a mi gondjainkra bízzák a gyermekeiket. Bízzák bátran a gondjaitokra a gyerekeket, ehhez is meg a felnőtt csapat szereplése és további sok sikert kívánok. És köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm. Ennyi volt már a szertár új műsorra, két hét múlva várjuk majd önöket, és ne felejtsenek el feliratkozni a YouTube csatornánkra. Én köszönöm a figyelmet, sportos, jó étvégét kívánok, viszontlátásra!